A divat varázslatos világába csöppenhettek bele azok, akik ellátogattak Öreghegyre. A szabadtéri divat bemutatót Tóris Hajnalga álmodta meg, akinek régi vágya volt, hogy Székesfehérváron is létrejöhessen egy showroom, amelyben hazai divattervezők munkáit lehet megtekinteni, és hamarosan megnyitja kapuit, ehhez kapcsolódóan szerveztek divat bemutatót. Egy különlegesebb színfoltja a Székesfehérvárnak, mert mindegyik tervező erre tudatosan figyeltünk, hogy tényleg nagyon különleges legyen, ne az átlagos szokványos standard kínálatnak megfelelően. Ugye én is a maga alkotásaimmal hát nem egy olyan terméket képviselek, ami megszokott Magyarországon. A designer által szervezett tavalyi szépségverseny győztese Krizsán Antónia volt, aki ez alkalommal is szívesen vett részt az eseményen, hiszen ahogy mondta, régi vágya vált valóra azzal, hogy a divat világában dolgozhat. A modell szerint mindig van hova fejlődni ezen a területen is. Azt gondolom, hogy mindig lehet valami újat tanulni, és eddig el minden egyes fotózáson gazdagodtam valamelyes új tapasztalattal, és azt gondolom, hogy a divat bemutatók is kiváló példák, illetve lehetőségek a tanulásra. Nem csak a tavalyi győztes, egészen kicsi gyerekek is részt vettek az eseményen, ahol egyedi tervezésű, különleges ruhakölteményeket mutattak be az érdeklődőknek.